Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy egyszerű trükköt szeretnék bemutatni a Cinelera videóvágóval. Azért emelem ki, hogy Cinelera a videóvágó, mert ez csak ezzel fog működni, így és ilyen hatékonyan. Miről fogunk beszélni? Arról szeretnék beszélni, hogyan tudunk egy feliratot normálisan megformázni a Cinelera alatt, úgy, hogy egy szövegen belül legyen piros, vagy éppen döntött, vastagított, vagy akármilyen betűtípus, azaz az adott szövegen belül meg szeretnénk formázni valamit. A színezést fogom bemutatni, de az egyéb jellemzőket pontosan ugyanígy tudod megváltoztatni. Miért? Mert az előző videómban volt egy szöveg, aminek az első része fehér volt, a második része pedig piros. Hogyan lehet ezt megcsinálni? Ezt kétféleképp lehet megcsinálni. Az egyik egy kicsit macerás, a fehér szöveget megformázod, beteszed, és alá egy külön blokkba, külön feliratként oda teszed a pirosat. Na valljuk be, hogy ez oké, ha egy sor piros, a másik zöld, a másik sor kék, a harmadik meg hupilila, az természetesen megoldható kényelmesen. De hogyha a szövegen belül két szót szeretnél kiemelni, például pirosra, vagy villogósra, vagy más betűtípussal, az természetesen nem ilyen kényelmes megcsinálni. Nyilván egy szövegen belüli szöveg formázása nem minden videóvágónak az alap ismérve. Oké, Cinelera. Cinelera-nál megvan a videó, ami jelen pillanatban egy szürke háttér az egyszerűség kedvéért, illetve természetesen kiválasztottam a szöveg hozzáadását, a titl, hozzáadtam ezt az effektust, gyakorlatilag lehet látni, hogy be is másoltam egy szöveget. A szöveg elég hosszú, természetesen megtördeljük, itt nagyon kényelmesen vagyunk, mert magába a szerkesztő részbe, szöveg szerkesztő részbe tudunk tördelni. Engem mindig zavart, és úgyis tudjátok, hogy a KDN Live az én kedvencem, tehát senki nem mondhatja, hogy valami személyes ellentétem van, de az, hogy a szöveget nem egy szövegszerkesztő részbe, különálló részbe, hanem magán a nézőképen, előnézeti képen kell szerkeszteni, amiből vagy kifut, vagy nem, vagy belefér, vagy nem, az engem nagyon zavar. Na hát itt kényelmesen a szövegszerkesztő részben betördelem, láthatóan szépen megvan a szöveg, gyakorlatilag az egyéb beállítások, az egész szövegre vonatkozó beállításokat meg tudod tenni. Én nem térnék ki arra, hogy a bold micsoda, meg hogy az italik, meg jobbra-balra igazítás, az micsoda középre igazítás, az micsoda, azt hiszem ez már alap dolog, el tudja olvasni mindenki, és logikusan tudja használni. A méretezés egyéb is nagyjából megfelel, tehát először elkészítjük az egész globális szövegre való beállításokat, ami nekem teljesen megfelel. Oké, megfelel, de én azt szeretném, hogy vegyék már komolyan az emberek, hogy komoly a kockázattal jár valami, azt meg szeretném pirosítani. Na hát itt jön a trükk, nyilvánvalóan a szövegszerkesztőben nem kijelöljük, és utána itt a color szint, tehát a szint megváltoztatjuk, mert az egy globális színváltoztatással jár, és az nekünk nem kell, csak azt a három szót, vagy akárhány szót szeretnénk kiemelni, oda megyünk. Ez nagyon fontos, hogy oda megyünk, jobb klik. Én se tudtam, videóban láttam, és kiválasztjuk azt a jellemzőt, amit meg szeretnénk változtatni, hát nyilvánvalóan nekünk nem az alfa kell, hanem a color, color, hashtag, kettős kereszt, ezt választ ki, mert a color, sima color, a következő, az ugyanezt a funkciót látja el, csak kényelmetlenül ott kézzel kell beírnod azt a színkódot, amit szeretnél használni. A color hashtagnél megkapsz egy előválasztási panelt. Oké, panelka megvan, milyen színű legyen, legyen piros, azt általában el szoktam találni, és utána plusz jel, megpirosodott az egész. Miért? Mert hogyha ránézel erre a részre, és életedben láttál már éppen egy weblapnak a forráskódját, HTML forráskódját, akkor látod, ott is ilyen kacsacsörök között van egy kezdő, illetve kacsacsörök között van egy lezárótek. A tól-ig határvonalat jelzi, nyilvánvalóan itt a határvonal jelzése hasonló lesz mindez, komoly kockázattal járnak, megkeressük azt pontosan, ahol leszeretnénk zárni, azaz befejezni a pirosítást, egyébként a végéig tart egy-egy jellemző, hogyha megváltoztatod, és azt mondjuk, hogy color, és ahogy a HTML-nél van, egy per color, tehát egy per jellel kezdődő lezáró teget hozzáadunk,
Lezárta? Lehát. Ott van a vége. Most lehet vitatkozni, hogy a veszőt is pirosra lehet tenni, vagy nem kell pirosra tenni. Az egy dolog, de ahogy láttátok, iszonyat egyszerűen megváltoztattunk egy szövegen belül, egy szövegblokkon belül tulajdonságokat, avval, hogy ezeket a tegeket, ezeket a beállításokat megtettük, és ahogy lehet látni, elég sokféle beállítási lehetőség van, tehát a szövegen belüli formázás itt nem csak azt jelenti, hogy kényelmes, mert legyünk őszinték, kiválasztó panelből kiválasztod, hogy mit szeretnél állogatni, majd beállítod lezáró teggel, lezáró jelzéssel, lezárod a tollig távolságot, ennél kényelmesebb nincs, nincs elütés. Mert ha elütés van, akkor nyilvánvalóan nem fog működni. Hogyha egyszer rászánsz, körülbelül fél órát, ennél többet nem. Egy szövegnél kipróbálod az összeset, nyilvánvalóan a bold, italic, size, font típus, alfa, color, blink, blink villogás, egyéb, azokat értelemszerűen érted, hiszen aki már 5 percet szövegszerkesztővel dolgozott, ezeket angolul rögtön lefordítja saját magának, megérti, hogy a bold az a kövérke betűtípus, és a font az a font típust fogja adni, és egy kicsit kipróbálod, hogyan lehet készíteni ezzel akármilyen beállításokat, hogyan lehet cifrázni, és erre azért figyeljetek, valóban átmehet egy cifrázásba is, de véleményem szerint egy szövegbe két betűtípus belefér. Miért? Mert kiemelésre jó. A színek beleférnek, pirossal kiemelet, totál jó, dőlt, vastagítottal kiemelet, totál jó, és itt legalább kényelmes is. Azaz, reklám lezárva, a színelerre egy nagyon jó cucc, csak meg kell tanulni, használni. Köszi szépen, hogy meghallgattatok, mindenkinek jó színezést, mindenkinek jó paraméterbeállításokat kívánok. Sziasztok, sziasztok!